Külön öröm számomra az, hogy egy olyan könyvet mutatunk be a Fórum könyvkiadó kiadásában, ami az idén elnyerte a Nagyapáti Kukac Péter díjat. Azért választottunk helyszínű a múzeumokat, Újvidéken és Zentánsú múzeumokban lesz a könyvbemutató, ugyanis egy képzőművészeti kritikákat tartalmazó könyvről van szó. Egymás mellé raktam Tolnai Otto korábbi képzőművészeti köteteit és a kalapdobozt, és akkor praktikusan azok így elfértek. Ha az üres lenne, akkor beleférnének, mint egy kalapdobozba ebbe a könyvbe. Én ugyan csak nem régiben tudtam meg pont a Nagyapáti Kukac díj átadásán, hogy Otto festészettel is foglalkozni, úgyhogy néha a könyvet olvasva nem is tudtam eldönteni, hogy az író fest, vagy a festő ír ezekben a szövegekben. Itt is Hangya András festménye, hátul pedig szakmester Pécs Laura festménye látható, olyan szerzők, vagy festők ők, akik különösen fontosak a Tolnai Opuszban. Ez a kalapdoboz az a hely, ami az imaginárius múzeumnak a valódi megvalósulása lehetne. Petite fleur, tu si un sugar, tu si un sujet, abatou my clan man. Bánszky Mária Róza, én főleg Rózánként futtatom az írásaimban, ő az írásaimnak egyik főszereplője, minden írásom, tehát majd minden írásomban szerepel. Egy kísérleti jelenségről is van szó, ugyanis azzal kísérletezek, hogy egy valós embert vezessek be ebbe az irodalom imaginális területébe, pedig nem az, hogy ki kitalálik egy hős, hanem itt mellettem a hős. Az első elképzelésem, vagyis az első ötletem az volt mindjárt, hogy kalapdoboz, az akkor Agatha Christie és a Orient Express. Elnézést a tisztelt íróktól, ugye én a krimit is szeretem, és tudom, hogy Agatha Christie-t, és pont azért, mert muzeológus lévén Agatha Christie gyönyörűen beszélteti a tárgyakat. Nekem is az volt valamikor a hivatásom, hogy én helyettem a tárgyak szólaljanak meg, ő is gyönyörűen beszélteti a tárgyakat. Tanyasi hőseimet nem vihettem magammal, már nincs is útlevelük. Nem tudom, hogy mozgatni. A művészeti palotája arra nem gondol, hogy elhozok valakit, és akkor ő majd elhelyezi a hotelba, és ott is ügyel rá. Hanem csak vigyek egy vendéget, tehát nem vihettem. Csak a Rózát vihettem, de örültem, hogy a Rózát vihettem. Rózáról írsz, mint egy valós személyről, és hogy nagyon szereted, és éppen dolgozol ezen. Mármint a Rózát is, meg ezt a művedet is. De én hozzátenném, hogy itt a közönség is tele van a te alakjaiddal. Majdnem mindenkit. Illetve az élők itt vannak. A holtak is itt vannak. Csak azok egy kicsit pár méterrel odébb a raktárban. Az élő művész azt tud valamennyire harcolni magáért, de a holt művész, egy Nagyapáti Kukac Péter, vagy Pehány József, vagy a többiek, azok már nem tudnak, és akkor itt vagyunk mi. Na és akkor ebbe tud nekem segíteni például Tolnai Otto és az ő írásai. Szoktam is idézni Ottótól. Én nem tudom úgy használni az Otto írásait, mint egy művészettörténeti írást. Viszont tudom másképp, és ebbe szokott nekem segíteni. Ő úgy ír, hogy én ezt úgy fogalmaznám meg, és Topolyán is így fogalmaztam meg, amikor Nagyapáti Kukac díjat kapta, hogy Otto a művével illusztrálja a művészek műveit. Zolga szavaihoz szeretnék kötődni. Tényleg nagyon különös ezek a festőkhöz való viszonyom, kapcsolatom. Miközben Zolgát
hallgattam, Konyovics jutott eszembe. Konyovicshoz való viszonyom, kapcsolatom nagyon korán kezdődött, úgy kezdődött, hogy egy durva negatív írást, vagy passzust írtam róla. Tényleg nagyon megtámadtam fiatal koromban, ez 60-ban lehetett úgy valahogy, és az egyetlen festő volt, aki nem sértődött meg, hanem megőrült a negatív. Ez hihetetlen volt, hogy egyszerűen megölelt, és magához ölelt, és többet nem engedett. A Sinkovics Erzsébetről is írt, Olmai Ottó, meg a Zsuzsiról is, aki itt ült közöttünk, éppen közös kiállításuk volt a képzeti találkozóban. És megdöbbentem, hogy Ottó hogy ír a Sinkovics Erzsi szobrokról. Én megmaradtam jugoszláv írónak úgy, mint Danilók is például, aki az utolsó jugoszláv írónak nevezte magát. Tehát engem ez a térség érdekel. Elsősorban ez a kis térség, tehát a bácskai, vajdasági festészet, és ezt én ebben a közegben élek, és úgy írom meg, ezekről a festőkről úgy írok, mint az életem valós résztvevőiről. Tehát mindegyik festővel, majdnem mindegyik festővel van egy nexus, van egy bizonyos viszonyom, és én ezt megírom. Megcsikna darázs vagy a méhecske, úgy próbálom kihúzni ezeket a festőket ebből a lapályból, ebből a vidékiségből, és magamat hozzáadom, teljesen hozzáadom, a teljes lényemet hozzáadom, és mint egy ilyen, egyik lép, fölkínálom magam egyik a festő egyik űr rakétája, egyik lépcsőjének, tehát meghúzom föl, és maximális előleget adok. Ahogy Pascal fogadott az Isten létezésére, ha én egy festőről írok, akkor fogadok rá, és azt mondom, hogy ez ő lesz a befutó. Azt mondja a 235. oldalon ez a művészettörténet, vagy tudósok meg kell mondani, melyik oldalon van. Tehát azt írja, hogy kaleidoszkopunknak más törvényszerűség, kaleidoszkopunkban más törvényszerűség mozgatja, rendezi a színes üvegcserepeket. Tehát ugyanabba a kaleidoszkópba nézünk, ő is, meg én is, vagy mi közösen, de Otto másképp mozgatja ezek az üvegcserepeket, és nagyon szép, amit látunk, amikor belenézünk.